Július 1-től Csepregi Matus Éva büntetőbíró fogja ellátni az elnök helyettesi feladatokat. Ezt Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke jelentette be azon a sajtótájékoztatón, melyet a bírói tanács kihelyezett ülését követően tartottak a gyulai törvényszéken. A 6 évre szóló megbízatást egy sikeres pályázat nyomán nyerte el a büntetőbírónő. Szintén itt hangzott el, hogy hosszú idő után októberben és januárban 5+5%-kal emelkedik a bírák alapilletménye, és szeretnék megőrizni azokat az eredményeket, amit a szolgáltató bíróság program keretében értek el a törvényszékek, tovább javítva az ügyfelek elégedettségén. Szeretnénk azt, hogyha nem csak egy törvényszék keretén belül, hanem az ország minden bíróságán kiszámítható volna az ügyfélfogadási idő, az iratok elérhetősége, az, hogy miként kapnak értesítést egy tárgyalás elmaradásáról. Tehát, hogyha nem éreznék az ügyfelek a bíróságon azt a stressz helyzetet, amely csak az ügyintézési nehézségekből akad. Persze az ügyek tartalma miatt helyes, hogyha minden ügyfél kellő felkészültséggel és tartással érkezik a bíróságra. Bagdi Árpád Gyula, a törvényszék elnöke a kihelyezett ülésen tájékoztatást adott az elmúlt időszak működéséről, eredményeiről. Ennek kapcsán kiemelte a 6 hónapon belül befejezett büntetőügyek számát, ami közel 70%, de az összes ügytípus 92%-a is lezárul egy éven belül. Ezeket az adatokat az ügyfél elégedettségi mérések is megerősítik. Gyulai törvényszéken már több éves hagyománya van az ügyfél elégedettség mérésének. Ezzel kapcsolatosan mindenképpen kiemelendő, hogy a 2015-ös beérkezett kérdőíveket elemezve mindössze 1%-a volt a kérdőíveknek elégtelen minősítésű, míg 20%-a jó, a fennmaradó 79 pedig kiváló minősítéssel illette a gyulai törvényszéket, 79%-a a leadott kérdőíveknek. Gerber Tamás, az Országos Bírói Tanács elnöke, a kihelyezett ülés fontosságát hangsúlyozva elmondta, a tanácsnak nem csak a központi igazgatás munkájára kell rálátni, hanem az egyes törvényszékeken ítélőtáblákon folyó tevékenységekre is. Erre egy kiváló lehetőséget és alkalmat biztosít az, hogyha kihelyezett ülés keretében tudunk egy törvényszéken megjelenni, hiszen itt lehetőség volt arra, hogy a tegnapi nyílt ülés keretében egy tájékoztatót hallgathassunk meg a gyulai törvényszék ügyforgalmi adatairól, létszámadatairól, statisztikájáról, tehát általános képet kaphassunk az itt folyó igazgatási szakmai munkáról. A sajtótájékoztatón szó esett még a törvényszékek fejlesztéséről és a biztonságos munkavégzés feltételeinek további javításáról is.